Mindannyian mások vagyunk, tanítsuk meg gyermekeinknek a szeretet dalát. Ezen gondolatok mellett indult a 27. tanév a Református Általános Iskolában az istentisztelet keretei között. Hirdetésem alapigéje Pál apostolnak Filippiekhez írott leveléből, a második rész 16. verséből így szól mindannyiunkhoz. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Szeretett gyülekezet, mindenek előtt, kedves gyerekek, megvan minden a suli kezdéshez? Gondolom, van szép táskátok, sok szép ruhátok, ceruza, toll, fontosabb menőtornacipő, rajzkészlet, és a legfontosabb menő tornacipő. Mi is megtettük a magunkét. Szépen kicsinosítottuk az iskolát, bővítettük az óvodát. Megvannak az úgynevezett tárgyi feltételek. Igazgató néni a munkatársaival megtervezte a tanévet. Az óvónénik, tanítónénik, tanárnénik, tanárbácsik gondoskodtak a terem, a csoportszoba díszítéséről. És még sorolhatnánk tovább, hogy mennyi minden történt az elmúlt 2,5 hónapban, hogy titeket tudjunk köszönteni. Hát igen, úgy néz ki, hogy minden megvan ahhoz, hogy sikeres legyen az első, a sokadik, vagy éppen az utolsó tanévetek a Nagykunrefiben. De tényleg ennyi szükséges a tanuláshoz, a tanításhoz, a szervezéshez, az igazgatáshoz, a neveléshez és a neveltetéshez? Bizony, ennél is többre lesz mindannyiunknak szüksége. És itt most nem csak a pénzre gondolok, bár ebben az időszakban arra is nagyon oda kell majd figyelnünk. Én valami másra, nem kézzelfogható dologra gondolok. Két dolog jut eszembe. Kedvre és erőre lesz szükségetek. Erre is szükségetek lesz az egész tanévben. Vagy ahogyan az igénk mondja, szükségetek lesz akarásra és cselekvésre. Bizony, ezek nélkül nagyon nem mennek majd a dolgok. Ha nincs kedvünk, ha nincs energiánk, akkor a próbálkozásainknak, ahogyan a régiek mondják, csak is nyögés lesz a vége. Ezért most biztat mindannyiunkat az ige. Biztat, hogy Isten örök szeretettel rendelkezésünkre bocsátja önmagát. Nála bőséggel van tartalékon, abból az energiából és bölcsességből, amire ebben az évben, tanévben szükségetek lesz. Ezért indulunk, és ezért tartunk ővele a tanévben. Nagy áldás és nagy segítség lesz ez nekünk.